Sziasztok! Ez most egy különlegesebb vlog videó lesz a csatornán, ugyanis nem szokott olyan vlog lenni, amiben több napot veszünk fel, és azokat vágjuk össze, viszont most ez fog történni, ugyanis éppen folyik az érettségis hetem, ma van hétfő, vagyis az első napon vagyok túl, és mivel annyira ennek a részesei voltatok, ezért arra gondoltam, hogy ezeket most egy kicsit meg akarom nektek mutatni, vagyis hogy elmesélni. És úgy éreztem, hogy nagyon támogatóak voltatok, nem csak a csatorna terén, hanem Instagramon is egyszerűen minden kép alá jöttek a kommentek, hogy sok sikert, meg hajrá, meg minden, és pont ezért arra gondoltam, hogy akkor folytatom ezt, hogy bevonlak titeket ebbe az egész folyamatba. És úgy is terveztem egy olyan videót, hogy utólag mi volt a véleményem és így a tapasztalataim az érettségével kapcsolatban, viszont akkor gondoltam, hogy ez legyen így frissen azon a napon, amikor ugye írom. Mindig, amikor hazajövök, akkor leülök és elmondom, hogy hogyan is telt az aznapi érettségi, de hát akkor lássuk is a mai sztorit. Az egészet még kezdeném a ballagáson, ami pénteken volt. Nagyon, hát igazából gyönyörű esemény volt, mert mindenki, amit látjátok, még a háttérben is virágok és lufik vannak, mindenki teri volt virágokkal, meg lufikkal, és nagyon csodálatos volt, de közben persze nagyon szomorú is. Én nem sírtam annyit, amennyit gondoltam, hogy majd fogok, viszont szerintem még nagyon azóta se fogtam fel, hogy már úgymond nincsen osztályom, és már nem vagyok gimis. De hát egy összességében jól telt, utána én mentem a családommal egy étterembe vacsizni, az is tök hangulatos volt. Szombaton délelőtt Instagramon is kiraktuk, hogy Fannival voltunk a Diamond Nails-nek egy blogger találkozóján, és ott körmet festettünk meg minden, úgyhogy így laza volt, hogy hát holnap után érettség idején festem a körmömet, de amúgy utána mondjuk átmentem Ágihoz, és tanultunk, és olvastam honlapokon, hogy azt ajánlják, hogy az ember ilyenkor már ne tanuljon, mert úgyis, amit 12 év alatt nem tanultál meg, azt már nem fogod. Én ezzel viszont nem értek egyet, mert persze magyarból meg matekból talán nem tanulsz többet, viszont töriből. Én még most tervezem a maratoni tanulást szerdára, ugyanis szerintem most jön elő az, hogy a rövid távú memóriádat majd elkezdett szépen használni, hogy ezt tegnap pont olvastam, akkor beleírom az eszémbe, szóval én úgy vagyok vele, hogy azért még átnézek pár dolgot, de tény, hogy ne izguljatok rá előre. És pont ezért a vasárnap ilyen nyugisan telt, és nem is izgultam, ma pedig reggel felkeltem, elkészültem, és apukám vitt kocsival, mert minden reggel ő fog most vinni. És hát az történt, hogy apámmal elindultunk a nagy útnak. Én halálnyugodt voltam amúgy, a mai magyar miatt nem izgultam, úgyhogy ez így jó volt. Viszont nagyjából 10 perc után apukám rájött, hogy otthon hagyta a pénztárcáját, amiben benne van minden iratja, és ő utána ment volna dolgozni, úgyhogy arra egyszerűen szüksége volt. És pont ezért jó, akkor megfordultunk haza, és 10 perc késéssel újra útnak eredtünk, és akkor egy kicsit elkezdtem megérni, hogy ugye, hogyha érettségére nem érsz be, akkor annak ott lőttek, úgyhogy pár helyen a buszsávban is átmentünk, hogy biztosan beérjek, de megérte a kis illegalitás az úton, ugyanis beértem, és hát így neki lettünk a magyarnak. Én a szövegértéstől azért féltem, mert annál csak 60 perc van megírni, és az mindig rövidnek bizonyult, viszont most be tudtam fejezni, át tudtam nézni, úgyhogy szerintem ott élesben, amikor tényleg koncentrál az ember, akkor jobban mennek, mint azok a próbák itthon. Utána pedig jött a 3 órás elemzés, én egy novellát elemeztem, nem éreztem olyan fú de nehéznek. Hát reméljük, hogy majd mindegyik érettségre így fogok kijönni. Szóval igen, nagyjából ennyi volt az action a magyarnál, mindenki amúgy úgy jött ki, hogy viszonylag elégedetlen, ez most egy jó kör volt, és még mindig nem izgulok, most szerintem átnézek pár matekos dolgot, aztán megnézem a Trónok harca új részét. Az egyetlen tanácsom azoknak, akik majd érettségizni fognak a jövőben, hogy azon a héten, ha tanultak is, egyszerűen csak ne stresszeljétek. Szóval szerintem tanulni nem tilos, nézzétek át dolgokat, sokszor hasznos lehet, csak egyszerűen ne stresszeljetek. Bennem van nyilván az is, hogy én egy nyugodtabb ember vagyok, és nem szoktam nagyon izgulni még a dogák előtt sem, meg ugye hát most sem, de tényleg fontos az, hogy nézzétek egy sorozatot, hallgassatok zenét, menjetek el futni, ha attól jobb. A másik, ami nekem nagyon segítettem, hogy az, hogy olyan volt teljesen, mintha az osztályommal csak egy dogát írnánk, hogy a hétköznapokban bennültünk, ugyanazok az emberek, a szokásos terem, minden, úgyhogy ez is azért rásikített arra, hogy az ember megnyugszik. Halihó, én túl vagyok a matekon, ugyanis már kedv van, és igazából nagyon jól ment, szerintem nem tippelek, hogy mennyi lesz, de biztos meg lesz mondjuk 90%, mert az első része az könnyebb volt, mert a neten is olvastam ilyen dolgokat, hogy az első része az most jelentősen könnyebb volt, mint a korábbi években, mert ugye 2 részből áll a feladatsor, és a második az nehezebb, de megbirkóztam vele, szerintem ment, szóval most hazaértem. szépen áteltözök ebben a jó kis ünneplőből, és aztán ebédelek, és törézek szerintem, mert holnap töri, és attól már nagyon félek, mert a töri az nem megy valami jól, legalábbis amiket csináltam gyakorló példák, azok nem valami jól mentek, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy holnap mit fogok mesélni. Még mindig kedv van, és az előző dumálásom óta eltelt pár óra, és most éppen nagyban törizek, mert olvastam a neten pár tippet, hogy mik lehetnek az eszé témák. Amúgy csak itt akartam elmondani, hogy megnéztem a matek érettségének a megoldásait, ezt nem kellett volna, mert ezt tényleg komolyan mondom nektek, hogy bármennyire is gondoltok úgy, hogy jól sikerült vagy rosszul sikerült, ne nézzétek meg aznap a megoldásokat, mert csak elrontja a kedvedet. Nem mondom, hogy nagyon szörnyű lett, de azért vannak hibáim, amikre nem számítottam, mármint hogy nyilván nem azt gondoltam, hogy hibátlan lesz, de hogy olyan dolgokat rontottam el, amik evidensek lettek volna, hogy rontsam el, és ez azért így le tudja rombolni az embernek a kedvét. Úgyhogy most nincs is kedvem holnap érettségizni, legalábbis jó, nyilván muszáj lesz, de egy kicsit így elveszi az embernek a kedvét, amikor rájön arra, hogy miket hibázott, de nem baj, ezt most már átvészeljük, meg szerintem annyira szörnyű nem lett, hogy emiatt aggódnom kelljen, csak szimplán egy kicsit rontotta a kedvemet. De ez még több erőt ad ahhoz, hogy most szépen nekiüljek a törinek, mert annak akkor így most jól kell sikerülnie. Hazajöttem ezen a csodás szerdai napon is, és túl vagyok a törin, ennél jobb érzés nincsen amúgy, amikor valamire már annyira régóta készülsz, és annyira izgulsz miatt, és aztán túl vagy rajta, úgyhogy már csak ezért is megértem. Na várjunk, leülök, mert nem bírom egyszerűen tartani a kamerát, szóval a mai nap eseményei azok elég izgalmasan teltek. Na most a suliban egyből mindenki még a matekról dumált, ugye hát mindenki ki voltam úgy akadva, szóval nem csak én, de mindenki sokkal rosszabbat írt, mint amire számított, viszont aztán jött a töri, és annál én az eszé kérdésektől féltem a legjobban, ugyanis ugye annál nem lehet azokat előre egyszerűen megtippelni. Én is annyi tippet kaptam idén, és amúgy nagyon nem találták el, hogy mi lett végül, viszont nagyon örültem neki, mert nem tudom, hogy de nagyon mázli volt, mert olyanokat kaptunk, amihez tudtam hozzászólni már, és így nem az volt, hogy az atlaszból kellett mindenfélét kiokoskodni, meg a forrásból, hanem tényleg ezeket volt az egyik része, az pont tegnap néztem át, úgyhogy meg is érte tegnap tanulni, meg így az egész olyan volt, hogy szerencsére ismerős témák. Szóval így végül én a felvilágosodást választottam, Károly Róbertet meg Mária Teréziának az Urbáriumát, úgyhogy ezek jól mentek. Az első része viszont szerintem nagyon szivatós volt. Összefüggéseket kell meglátni, meg grafikonról leolvasni, meg képről felismerni dolgokat, és nekem ez nem az erősségem, mert nem az, hogy olyan hülye vagyok, mert valamennyire ez nyilván alapgondolkodás, vagy alapész kell hozzá, hogy most ezt megcsináld, de azért ott, amikor izgulsz, meg kevés az idő, azért ott át tudja verni az embert, és hát velem is ez történt, hogy azért elég sokat benéztem, de összességében a töriről annyit mondanék, hogy szerintem az első része az meg lesz az a 10 hiba, de az úgy oké, és valamiben ment a szemembe is nagyon zavar. Szóval az első részében amire számítottam, az nagyjából úgy ment, és a második része pedig sokkal jobban, mint amire gondoltam, úgyhogy így összességében örülök neki. És aztán jött az, hogy átmentem Rozihoz, Ágival, őket a Whisper Challenge-be ismerhetitek, nagyon jó barátnőnk Bannival, ugyanis Rozi most fog kiutazni holnap Hamburgba, 2 hónapra babysitterkedni, így viszont elmentünk még elköszönni tőlem, és most aki volt egy jót, kiültünk, kávéztunk, olyan kis barátnős délután volt, és holnap csütörtök, nekem a szabad nap lesz, nem tudom, hogy jelentkezem a videóval, de majd meglátjuk, szóval nem fogok semmi izgit csinálni, mert az angol, és én angolban nem érettségizem, úgyhogy majd pénteken lesz a német emelt, amire még kell holnap gyakorolnom, szóval holnap tanulós nap lesz. Amit még akartam mondani, egyéb észrevétel az érettség is hittel, hogy szörnyen monoton. Nagyon utálom amúgy, alig várom, hogy vége legyen, mert fölkelsz, bevisznek, megírod, izgulsz, utána végig telefonál az egész rokonság meg a barátok, hogy hogy ment, elmondod, hogy mi ment, mi nem ment, hazajössz, és aztán csak így lézengsz, és nem csinálsz semmit, mert kicsit tanulsz, kicsit izgulsz még a másnap miatt, csak így várod, hogy elteljen, és szerintem ez a legrosszabb, ez a semmittevés, és most még ez vár rám holnap utánig, hát nagyon várom, hogy vége legyen. A Baba vlog után annyian kértétek, hogy legyen még ilyesmi videó a kis húgaimmal, hát gondoltam, hogy megint megmutatom pár percben, hogy mekkora a kis Róza. Nagyon Édi, amúgy nagyon megnőtt ahhoz képest, tehát akkor volt 3 napos, most meg már több mint 1 hónapos. Ekkora kis csöpp. És ilyen cuki kis kék szemei vannak. Róza, nézz ide! Ah, szia! És itt van a péntek, már úristen, hónapok óta ezen gondolkozom, hogy milyen érzés lesz, amikor végre letudom a pénteket. És hihetetlen érzés, igazából még fel se fogtam, hogy tényleg az évemnek a legszörnyűbb hete volt a mostani, és hogy már túl is vagyok rajta. És hát akkor el is mesélném, hogy hogyan telt a mai nap. Az egész úgy kezdődött, hogy egy másik suliba kellett mennem, ugye az emelt németre, mert az emelteket nem lehet a saját suliban írni. Az osztálytársaimmal voltam beosztva egy terembe, és azért tökre örültem, mert ugye kicsit így oldotta a feszültséget, bár amúgy nem is izgultam annyira, mint gondoltam, hogy majd fogok. Szóval az olvasásértés volt az első rész, és az annyira könnyű volt, hogy én attól féltem a legjobban, mert nekem mindig a szavakkal volt a problémám, nekem a szókincsem egyik nyelvből sincs olyan nagyon magas szinten, inkább a nyelvtan az, ami szokott menni. Viszont én még ilyen könnyűt életemben nem írtam, tényleg ez az olvasásértés, ez úgy jöttem ki, hogy hát nagyjából ez majdnem hibátlan, el tudom képzelni, hogy hibátlan legyen, mert azt hiszem, hogy négy feladat volt, és mindegyik tök jól ment. És ezután jött a nyelvhelyesség. Nem mondom rá azt, hogy könnyű, de nem is volt nehéz, szóval olyan korrekt volt az egész feladat. Ezután volt egy negyedórás szünetünk, és akkor az osztálytársaimmal megbeszéltük, hogy kinek hogyan ment, és mindenki mondta, hogy na hát ez tényleg egyszerű volt, és beszéltük is, hogy jó, akkor a hallgatás biztos egy kicsit nehezebb lesz, de megnyugodtunk eléggé, hogy na, akkor ez a része jól ment. Na most én a hallgatásokat ugye nyilván mindig itthon gyakoroltam, és nagyon jól mentek. Meg én voltam Németországban is babysitterkedni, meg minden, úgyhogy én ettől a részétől nem féltem, hogy valamit nem értek meg esetleg németül. Na hát most szörnyen hangos volt a magnó, és ezért teljesen így berezonált a hang, konkrétan visszaverődött így a falakból, vagy nem is tudom. Valamennyit értettem, azokat beírtam, úgy váltam vele, hogy jó, nem koncentráltam eléggé, mindegy, akkor egy olyan 3-4 hiba az első részben. Utána jött egy igaz hamis, egy fokkal talán jobban ment, értettem, hogy miről van szó, és jó, akkor úgy kihoztam valamennyire dolgokat, aztán kiderült, hogy ugyanazt írtuk be kb. Mint a többi, az osztálytársammal kb. Ugyanazt írtuk be, úgyhogy akkor kicsit megnyugodtam, hogy jó, talán ez jó lett. És itt a harmadik része, amikor kérdések vannak, és mondatokkal kell válaszolni rájuk a hallott szöveg alapján. 2-szer hallgattuk meg, én utána üres volt az egész lapom. Tényleg hihetetlen volt. Nekem ilyen élményem még nem volt hallgatásnál, hogy a témát se nagyon értsem meg. 3 mondatot beírtam, 3 szót a mondat helyett, ami úgy józan paraszt észre gondoltam, hogy biztos ez a válasz, mert ilyen egészségügyel kapcsolatos dolog volt, de esküszöm, hogy nem értettem semmit, és egy nagy tipp volt ez egész, szerintem ott alapból 6 pont mínusz. Ja, amúgy közben a felénél a magnónál szóltunk, hogy túl hangos, és lehalkították. Amikor értettem annyit, hogy jó, most kell figyelnem, mert most mondják azt a szót, amit majd be kell írnom, akkor ezt nem tudom elmondani, nem az volt a probléma, hogy nem értem a szót, mert nem ismerem a jelentését, hanem nem hallott ki, hogy mi volt ez az adott szó. Tényleg nagyon durva volt ez az egész, de a levélírás az úgy érzem, hogy jól ment. Pont, hogy belefértem az időbe, úgyhogy ellenőrizni már nem volt időm, gondolom vannak benne kisebb nyelvtani hibák, viszont tartalmilag szerintem jó, mert felépítettem azt, amilyen feladat volt. Szerencsére a szószám is megvan, azért nagyon tudnak levonni, hogyha nincs meg elegendő szó. Utána 2 fiú osztálytársammal voltunk ezen az emelten, velük ittunk egy jó kis fröccsöt, mert már nagyon régen ittam bármilyet, és akkor ez egy kicsit úgy oldotta a feszültséget, én is lenyugodtam, jó, oké. Most már úgy fogom fel, hogy igazából örülhetek annak, hogy nem, az első részei nem voltak olyan nehezek, és most már átöltöztem meg minden, mert megyek be moziba pár barátnőmmel, egy kis péntek esti kikapcsolódás, hajra indulnom kell a buszhoz, szóval annyi a lényeg, hogy én úgy érzem, hogy hoztam azt a szintet, amit elvártam magamtól, szóval sajnos nem lett jobb, mint amit vártam, viszont annyival rosszabb sem, úgyhogy hát majd kiderül, és holnap jön hozzám Panni videózni, szóval szerintem akkor még felveszek ebből egy kis részt, de amúgy nagyjából ennyit akartam így elmondani, és megyek, inkább folytatom holnap. És ezzel el is kérkeztünk a vlognak a lezárásához, ugyanis szombat van, és én eddig terveztem elkészíteni ezt a vlog videót, és most itt van nálunk Panni, mert videózni fogunk egy jót, a következő videót fogjátok látni, most végre egy páros jön, És még amit akartam mondani, az az, hogy szurkolok azoknak, akik még idén érettségiznek, mármint hogy még hátra van mondjuk a szóbeli, meg ilyenek. Nekem is amúgy még spanyolból hátra van az írásbeli, de az csak május 20 lesz, és ezt nem fogom megvárni ezzel a videóval. Szerintem a nagyobb, legnehezebb részén túl vagyok, úgyhogy ezért mondom azt, hogy utólag az érettségiről el tudom mondani a dolgokat. És a másik dolog pedig, hogy sok sikert kívánok azoknak is, akik csak jövőre fognak. Remélem, hogy tudtam pár hasznos tippet adni így a videó során. És hát, amit látjátok, túl lehet élni ezt az egészet, én is túléltem, úgyhogy ennyit gondoltam ebben most bele, és aztán Panni, hogyha felvettek a videót, akkor végre este megyünk egy jót bulizni. Nagyjából ennyi, találkozom legközelebb. Sziasztok!